Maradunk Ukrajnában, kedves nézőink. Sorskönyv a frontról, ezzel a címmel jelenik meg egy könyv. Egyébként éppen ma délben jön ki a nyomdából. Annyira friss, hogy ma Annyira délben jön ki a friss. nyomdából, úgyhogy meg sem tudjuk mutatni. Így van, és köszöntjük legalábbis a stúdióban Eperjesi Ildikót és Olekszandr Kacsulát, írókat, újságírókat. Szervusztok, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánunk! No, 5 évvel ezelőtt Európában egy másik ország lerohant egy másik országot, elfoglalta annak egy részét. Erről szól a könyv, ez egy interjú kötet, ugye? Tulajdonképpen egy interjú és riport kötet valóban, tehát a helyszínre én elmentem, Olekszandr pedig ott él a Donbászban, a Donyec medencében, úgyhogy neki úgymond mindennapos történetekről van szó, tehát olyan történetekről, amikkel ő minden nap szembesül szinte. Ez azt jelenti, hogy azokon a Ukrajna keleti részén lévő, mondjuk úgy, hogy orosz fennhatóság alatt lévő megyékről, területekről van szó, és nem például Krímfélszigetről, vagy pedig egységében mutatja be az életet azokon a területeken, amelyek de jure Ukrajna részei, de facto pedig nem. A Krím-félszigetről szó van, tehát érintőlegesen szó van a könyvben, de elsősorban Kelet-Ukrajnára koncentráltunk, ezekre a harcokra, amelyek ott folynak, amikor milyenek, te is beszéltél. Olekszandr, milyenek a háborús hétköznapok? Háborúnak lehet-e azt hívni? Tehát, hogy milyenek a hétköznapok ebben a pillanatban? Vietat moment v vastošnoj Ukrajine. Állandósult-e a háború, vagy pedig a feszültség mellett nem nincsenek mindennapos harcok? Что касается войны на Донбассе, это постоянная ситуация, временами она обостряется. Az oroszországi háború, vagy az ukrajnai háború, az mindennapos harci cselekményekből áll. Most hallják a kedves nézők a tolmácsot. Minden nap zajlik a háború, és minden nap halnak a katonáink, minden nap vannak sebesülések. Az nem ért véget ez a háború, minden nap folyik a háború, igaz, hogy alacsonyabb intenzitással, de minden nap zajlik. Biztos sokakat érdekel, hogy az élet hogyan tud konszolidálódni, hogyan tud normalizálódni, mivel fizettek például, ukrán grívnyával, vagy orosz, tehát ott azokon a területeken ukrán grívnya van, vagy orosz rubel van, milyen az útlevél, ukrán útleveled van, vagy valamilyen papír az oroszoktól? Что касается той территории, это полностью оккупированная территория России. Illeti Oroszország teljes mértékben megszállta azt a területet, a rubelt bevezették, ukrajnai hrivnyát már nem használnak. Minden törvény az Oroszországi Federáció törvénye. Nem lett attól jobb az élet, attól, hogy orosz vagy Ukrajna nincs fennhatósága, az ukrajn fennhatóság alatt. Nem lett attól jobb az élet, olyan, mint Dél-Oszétiában, vagy a Nyesztermenti köztársaságban, egy megszállt terület. Egy picit a munkáról meséltek, hogy találtatok egyáltalán egymásra? Úgy alakult, hogy tavaly májusban egy magyar újságíró csoport egyik tagjaként kijuthattam oda arra a területre, és egyébként is már kezdettől fogva, a konfliktus kezdetétől nagyon mélyen érintett engem ez a háború valamilyen oknál fogva, és nem vagyok egyedül ezzel. Hát egyrészt azért, mert egy szomszédos országról van szó, egy geopolitikailag, geostratégiailag nagyon fontos országról van szó, ugye lakosságát tekintve is, fekvését, földrajzi helyzetét tekintve is, másrészt pedig az emberi oldalát tekintve is, és hát amikor ott a helyszínen láttam és tájékozódtam, és emberekkel beszéltem, földönfutóvá vált emberekkel, akik pont 4 év után akkor a lebombázott házukba és újjáépített házukba akkor tudtak visszatérni, és számos más emberrel is találkozván, én úgy éreztem, hogy azért ez többet kíván, úgy éreztem, hogy akkor a világ, Magyarország ez is. Ez a könyv szülessen meg. Hogy találtátok meg az embereket? Hogy válogattátok ki a történeteket? Nyilván nagyon sok van. Много историй есть, как мы нашли людей. Ну, прежде всего, людей мы искали. Mindenek előtt az embereket úgy találtuk meg, hogy az utazásaink során véletlenszerűen, illetve azokat az embereket szólaltottuk meg, akiket a háború megérintett. Oroszország a maga oldalát mutatja be a propagandájában. Понятно, что это часть элемента российской пропаганды. Украина делает фильмы.
Ukrajna szintén megmutatja a maga oldalát. És néha az európai néző számára nem világos, az európai olvasó számára nem világos a két oldal. És ezért a mi célunk az volt, hogy az orosz katonákat is megszólaltassuk, akikről egyébként azt mondják, hogy nincsenek ott. Van egy interjú egy olyan orosz katonával, akit Ukrajna kicserélt egy ukrán hadifogolyra. Ugye Oroszország tagadja, hogy ott lennének orosz katonák, de mégis hadifoglyot cseréltek ki rá. Aztán voltak köztük olyan harcosok, akik orosz állampolgárként ott önkénteskednek. Ők velük is készítettünk interjút. Volt ukrán önkéntes úgynevezett jobb szektoros katonával, akkor orosz, vagy ukrán katonákkal is készült, etnikai magyarokkal is készült interjú, akik ukrán oldalon harcoltak ebben a háborúban. Ukrajna és Magyarország együtt áll szembe az orosz agresszióval. Miért pont Magyarország, miért segít Magyarország Ukrajnának? Azért, mert hogyha Ukrajna megadja magát, és elveszíti a szuverenitását, akkor Magyarország lesz a következő. Lengyelország és Magyarország lesz a következő, akivel esetleg konfliktusba kerülhet Oroszország. Lengyelország és Magyarország a szovjet befolyási zónába tartozott, és Oroszország úgy tűnik, hogy vissza akarja ezt állítani, ezt a befolyást. Röviden a végén biztos hallottad Putyin elnököt, aki elmondta, hogy Krím az Oroszország és Oroszország is lesz a jövőben. Mit gondolsz te erről? Lehet-e még Krím Ukrajna része? Noga, možno ti poslušal, когда Владимир Владимирович Путин сказал, да, Крим, если будет член Российской Федерации, что ты думаешь о том? Возвратится Крым к вам? Крым возвратится, это... Én úgy gondolom, hogy Крым vissza fog kerülni, ez nem is kérdés, ez csak időkérdése. Nincs pontosan meghatározva, hogy mikor fog ez megtörténni, de ahhoz, hogy visszakerüljön, a nemzetközi közvéleménynek a nyomása szükségeltetik Oroszországra, illetve a gazdaságot szankciókkal kell sújtani Oroszországban, hogy ezt a lépést kikényszerítsék. Most még csak kérik Oroszországot. És ez már politika, de mi a könyvhöz nagyon sok sikert kívánunk. Spasiba. Köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.